Táncoljatok! Öhöntáncokat láttunk a Hajdúságból, a Debreceni Hajdú Tánc Együttes utánpótlás csoportjától. Kódjuk a 12-es. Gratulálok. Hallgassuk meg Zsurevszki Zoltán. Úgy, ahogy a Péter mondta, valóban egy gasztrokoreográfiát láttunk. Öhöm, üröm, öröm, öhöm, öröm. De... vicceseket félretéve. Nagyon örülhet az az együttes vezető, akinek ilyen utánpótlás csoportja van, ilyen dinamikusan táncoló utánpótlás csoportja. Nem is utánpótlás, mert teljesen kész, együttes. Ugye, hogy a múltkor a versenyen mondtuk, hogy az alacsonyabbak, a kisebbek ugyanolyan dinamikával táncolnak, látszik, hogy mennyire egységesek vagytok, hogyan veszitek át ezt a nehéz kultúrát egymástól, tehát a picik belenőnek ebbe a botforgatás technikába,
és úgy, ahogy már beszéltünk róla ma este, tényleg a párostázban megfogják a lányok derekát, átcsapják a másik oldalra, erőteljesen forgatjátok a lányokat. Ez mind-mind-mind nagyon-nagyon és nagyon erőteljes, úgyhogy én nagyon gratulálok ennek az együttesnek, szerintem erőteljesek vagytok, nagyon dinamikusan, és vállaljátok ezt a pásztorromantikát. Tehát ez nem kell ettől félni. Én azt mondom, hogy ahogyan ti csináltok, ez így egy vállalható büszkeség, tényleg ruhátokban, viseletben, kalapokban, eszközhasználatban, a lányokkal való bánásmódban. Hát most a lányok győztek, ellopták az öhömöt, vagy ühömöt, nem tudom, mit loptak el. De jó pofa volt ez a kis keret, ez is kicsit olyan romantikus koreográfiai keret volt. Hajrá, hajrá Debrecen! Köszönjük szépen, Enikő! Ennyi éhes gyereket, na mindegy, tehát tényleg ez a kerettörténet, ez a kondérért folyó harc, ez itt a végén ugye a lányok elvitték. Nekem annyira ez a sok settenkedés egy kicsit sok volt, de minden esetre az, ahogy ti a lányokat kezelitek, szívesen táncolnék ebbe az együttesbe. Mert itt a lányoknak nem maguktól kell táncolni, hanem a fiúk levezetik őket. Kicsit itt féltem attól a sok bottól, de olyan ügyesen megoldjátok, olyan lazán kezelitek, és nagyon tetszik az a módszertan, vagy az az instrukció, amit kaptok, mert ez így látszik rajtatok, hogy dob fel, nem baj, ha leesik, de dob fel, hogyha nem mersz neki menni, akkor ez nem lesz meg. És olyan természetesen tudtátok a botot is, meg a lányokat is, van egy ilyen őszinte, földszagú táncotok, ami nekem ez így most nagyon bejött, úgyhogy hajrá előre, hajdú! Köszönjük szépen! Bea? Én csak annyit tennék hozzá, hogy kiválóan énekel a csapat. Nagyon ritka, hogy ennyire egységesen szólaljanak meg a hangok. Gratulálok hozzá. Köszönjük a szavakat, lássuk a pontokat. Kocsis Enikőtől szeretnénk először. 10-es. Eredics Gábortól. 10-es. Sebestyén Mártától. 10-es. Zsurávszki Zoltántól. 10-es. És Salamon Beától. 9-es. 49 pont, én már nem emlékszem a többiek pontszámára, ti igen? Szóval ez most mit jelent? Tovább jutottunk. Azért nézzük meg a táblát, jó? Valóban 49 ponttal biztos továbbjutó a Debreceni Hajdútánc Együttes utánpótlás csoportja, akkor a 12-es kódot már ne használják, kedves nézőink.